Megérkezett a katasztrófavédelmi mobil labor speciális jármű a megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz. A belügyminisztérium országos katasztrófavédelmi főigazgatósága összesen 6 ilyen gépkocsit vásárolt az idei fejlesztési terv alapján, amelyből az egyiket a megyei katasztrófavédők kapták. A mobil labor alkalmas a vegyi biológiai anyagok kimutatására, valamint a meteorológiai mérésekre, ami a mentések során segíti a szakemberek munkáját. A mentőbeavatkozásokon kívül a gépjármű alkalmas a különböző hatósági ellenőrzések elvégzésére. Itt elsősorban a közúti, vasúti, illetve a vízi és a légi veszélyes áruszállítások ellenőrzésére kell gondolnunk. A gépjármű technikai rendszeréhez hozzátartozik egy komplett számítógépes rendszer, amely folyamatos kapcsolatban áll az igazgatóság adatbázisaival. A mobil labor ezt megelőzően egy kis buszban működött, ami éves szinten 20-25 esetben kellett, hogy segítse a katasztrófavédők munkáját. A gépjárműben több újfajta légzőkészülék is helyet kapott, ami egyszerre 1600 liter sűrített levegőt tárol, ami akár 25 percig is biztosíthatja az oxigén ellátást. Digitális órán lehet figyelni, mekkora a nyomás, tehát mennyi levegő van még benne, és automatikusan riaszt, hogyha elfogy neki, és meg kell kezdeni neki a kivonulást a kárhelyszínről. Lehet az autóról nyomon követni, hogy ez az óra, ez hol jár, tehát hogyha ne adj Isten a kolléga eltűnik, akkor ezzel meg lehet találni, be lehet pozícionálni, illetve van rajta még egy tömlőnyílás, ez meg hogyha mentésre kerül sor, a mentendő személynek a légző állarcát lehet hozzá csatlakoztatni. A katasztrófavédelmi szakemberek januárban még egy képzésen is részt vesznek, hogy alaposan megismerjék a mobil labor működését.